Kedves hallgatók, olvasók, ez itt a Hátsó Polc régi könyves podcast. 2021. márciusi adása, én Seifert Natália vagyok. Ahogy már megszokhattátok, ez a podcast minden hónap első vasárnapján jelentkezik, és a vendégeimmel olyan könyvekről beszélgetünk, amelyek számukra valamiért fontosak, nagy hatással voltak rájuk, és ugyan régi könyvek, de valamiért még mindig ott tartják valahol a hátsó polcon, és időnként elő is veszik. Erre szolgál ez a podcast, elővesszük ezeket a könyveket, és beszélgetünk róluk. Megtaláljátok az adást, az adásokat a legnagyobb podcast alkalmazásokban, SoundCloudon, Spotify-on is hallgathatjátok, illetve körülbelül egy hónapos csúszással a YouTube csatornámra is felkerül minden adás. A nevemre keresve megtaláljátok a számotokra megfelelő felületet, és arra kérlek benneteket, hogyha tehetitek, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a következő adásokról, és ugyanemiatt érdemes a Facebook oldalamat követni, Seifert Natália írói oldalat, vagy az Instagramomat, mindenhol szoktam jelezni a friss adást, úgyhogy nem maradtok le róla. Ezt előre is köszönöm nektek, és akkor most vágjunk is bele a mai adásba. Király Ginga Júlia a vendégem, író, műfordító, és nem csak a könyvről beszélgettünk, amelyet most magával hozott, hanem saját munkáiról is, amelyek több száron is kapcsolódnak a mai témánkhoz, az Egy asszony meg a lánya című Moravia regényhez. Ez következik most. Két dolog is eszembe jutott, amivel kapcsolatban szeretnék néhányat kérdezni, csak így röviden az elején, mielőtt rátérünk a magára a könyvre, amelyet te hoztál az adásba. Kezdeném a távolabbival, mármint a most számunkra távolabbi, tehát a témánktól egy kicsit távolabb esővel. Van neked egy kiváló receptes, történetes könyvet, talán ez így nem rossz meghatározása, ez az újrakezdés receptjei, amelynek most jelent meg egy fordítása, angol nyelven most jelent meg. Erről mondanál egy pár szót röviden a hallgatóknak, hogy jött létre ez a fordítás, hol jelent meg? A Seoul Press-nél jelent meg, a Seoul Press az a Central European Online Library, ami most kiadóként is elindult, ilyen print on demand, tehát hogy kérésre nyomtatnak, és e-könyveket is forgalmaznak, vagy inkább e-könyv is. De ez a receptes könyv, ez főként a print változatra fokuszál, mert elérhető e-könyvben is, és ez a Kós Krisztina ötlete volt még annak idején, ő a CEU Pressnél dolgozott sokáig, és nagy álma volt, hogy ez megjelenjen angolul, még amikor a könyv íródott, tehát amikor még jóformán magyar kiadása sem volt, és aztán nyilván itt minden átalakult a CEU kapcsán is, így a kiadó kapcsán is, és ő akkor érkezett a Seoul Presshez, és akkor ezt a régi álmát, ezt így felelevenítette, és elképesztő áldás és kitartó munkával, és a személyem állandó bögdösésével és szelid unszolással, mert azért ezt még egyszer újra össze kellett rakni, ezt a könyvet, át kellett tördelni, és hát a Rachel Hideg csodálatos fordításában ez tényleg a napokban jött ki a nyomdából. Úgyhogy én nagyon-nagyon boldog vagyok, kicsit így szemérmesen pillázgatok is, mert ez az első könyvem, ami idegen nyelven megjelent, vagy angolul megjelent, ráadásul tényleg egy ilyen fantasztikus vállalkozásban, mint amit a Seoul képvisel. Úgyhogy most meg kíváncsian várom, hogy ez külföldön hogyan tud megszólalni, tehát nem magyar vonatkozásban, és nem magyar hátterű embereknek, mit tud hozzátenni, akár a holokauszt kutatás területén, akár az ilyen önéletírás és ételek kapcsán, vagy az ilyen gasztronómiai önéletírások kapcsán. Tényleg nagyon kíváncsian várom. Nem szállt el velem a ló, ezt azért így, vagy nem futott meg velem. Nem, tehát, hogy még mindig inkább egy ilyen hitetlenkedés, és nem is tudom. Hogy még mindig ilyen furcsa ez az egész, tehát hogy így megfogom, kézbe veszem, lapozgatom, és olyan hihetetlen, hogy ez angolul megjelent. Uh-huh, uh-huh.
Egy pár mondatot mondjunk arról, hogy mi is ez a könyv tulajdonképpen, mert én itt most azt mondtam, hogy egy receptes, történetes könyv, de aki esetleg nem ismeri, az egyből nem biztos, hogy kitalálta, hogy mit is kell itt elképzelni, mi ez a könyv. Tulajdonképpen 10 erdélyi holokauszt túlélőt látogattam meg, eleinte azzal a feltevéssel, hogy szeretnék írni egy erdélyi zsidó receptes könyvet, és ez nagyon hamar kiderült számomra, hogy ez így önmagában nem tud megvalósulni, tehát az eredeti tervem, hogy egy nagyszabású, színes, szagos receptes könyvvel álljak elő, mert hogy ez pontosan az a generáció, akik nem vezettek háztartást a deportálások előtt, tehát gyakorlatilag a szülők háztartását emlékből felidézve, ha egyáltalán főztek, vagy teremtettek saját otthon maguknak a visszatérésük után, természetesen a tragédiáktól és a gyásztól és mindentől megtépázva. És az is kiderült, hogy elkerülhetetlen, hogy a holokausztról beszéljünk, noha én eleinte nem szívesen nyaggattam volna őket erről, tehát egyrészt a kíméletességből, és aztán így állt össze egy 10 élettörténet, és az azokhoz kapcsolódó receptek, sokszor én segítettem feleleveníteni a recepteket, mert csak ételnevekre emlékeztek. Uh-huh. Volt, akivel sikerült együtt főzni. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon furcsa és műfajilag nehezen behatárolható. A vállalkozás is az, hogy én 2,5-3 éven keresztül így utazgattam Erdélybe, és akkor embereket többször meglátogattam, és ebből állt össze aztán a könyv. Most akkor egy kicsit közelítenék a mai témánkhoz, de még mindig nem arra térnék rá, mert a januárban a Magyar Hangban jelent meg írásod Brooke Editről, sőt egy regény részlet is, fordításod, és arra kérnélek most, hogy akik nem ismerik az ő nevét, vagy szeretnének róla valamit tudni, mondj egy pár mondatot nekünk arról, hogy mit érdemes róla tudni, és hogy kérlek, hogy foglald össze, hogy ki ő, és te honnan ismered például. Editet 2 vagy 3 évvel ezelőtt ismertem meg Rómában, munkaügyben, tehát interjúztam vele. Uh-huh. Egy ilyen hosszabb életút interjút csináltunk, és akkor még az írói munkásságát én is csak töredékesen ismertem. Ő egyébként magyar származású, Steinsteiber Edit néven született Magyarországon 31-ben, és mint a zsidó hitsorsosai, ő is áldozata volt, áldozatául esett a holokausznak. Egyébként, bár ő nem szereti, a Wikipédián meg nagyon sok helyen ezzel a felütéssel írnak róla, hogy a magyar, az életben maradt magyar Anna Frank, hiszen 13 évesen egyáltalán csoda volt, hogy már mindjárt az érkezés után nem ért véget az élete, mármint az Auschwitzba való érkezése után, és elképesztő erőfeszítések árán táborról táborra hurcolva őt tudott csak megmenekülni, és talán még ennél, számomra még ennél is tragikusabb, vagy hát ennél sokkal tragikusabb nem lehet, de az első hazatérési próbálkozásai, ahogyan a faluban őt nem fogadták szívesen, uh-huh. És akkor gyakorlatilag menni kényszerült az országból, és egy iszonyú hosszú bolyongás után, 54-ben, ez egy majdnem 10 éves bolyongás, azért ha úgy veszük, 54-ben talált otthonra Olaszországba, és akkor nem sokkal ezután kezdett el írni olaszul. Uh-huh. És azt hiszem, hogy az 59-ben megjelent Ki téged így szeret, Ki ti álmák közi, az egyébként megjelent magyarul is, és ez egy Székely Sándor fordította, egyébként egy csodálatos szöveg olaszul, és egy csodálatos szöveg magyarul is. Aztán volt még a Tranzit, ami szintén megjelent, uh-huh. A Gyönyörű romlásom. Tehát, hogy 5 könyve elérhető magyarul, szerintem abszolút ajánlanám mindenkinek. Egyrészt, mert egy nagyon, nagyon érdekes női hang, nagyon korán a holokauszt után, nagyon korán
megszólalt, és ő azt mondja így a holokauszt írásokkal kapcsolatban, hogy szembefordulva Adornóval, aki azt mondja, hogy a holokauszt után nem lehet írni, hogy lehet-e nem írni a holokauszt után. És nagyon szoros barátságban volt Primo Levivel például, a férje, aki költő és filmrendező volt, megfilmesítette például Editnek is néhány írását, de egy más regényeit is filmre vitték. Szóval, hogy Olaszországban nagyon-nagyon fontos írónak számít, Magyarországon meg hát egyre kevesebben tudnak róla, talán az idősebb korosztály még emlékszik. 81-ben egyébként hazalátogatott, és akkor készült is egy dokumentumfilm róla, a Bérévész László látogatás című dokumentumfilmet rendezte, amit szintén csak ajánlani tudok, tényleg szívszaggató, ahogy így a kamerával végigkíséri a szülőfalujába, és gyakorlatilag hát bár nyilván az emberek, meg az egykori szomszédok, játszótársak, pajtársak megpróbálják eltusolni a bűntudatot, azért az nagyon erősen ott van, és talán pont ez az áttételes, áthallásos bűntudat az, ami nagyon kidomborítja a személyes és a kollektív tragédiáját ennek tehát a magyarországi holokausznak. És akkor most így, viszont most már kanyarodnék a könyvre, amelyről ma beszélgetni terveztünk. Hát először történt ennek a podcastnak a történetében olyan, hogy valaki olyan könyvet mondott elsőre, amelyről már volt szó itt a podcastban. Egyébként szerintem az is egy érdekes dolog lenne, hogyha ugyanarról a könyvről beszélgetnénk egy másik íróval, de az Elsa Morantének a Történelem című regényét mondtad így kapásból elsőre, de arról már beszélgettünk Péntek Orsolyával a 9. adásban. Én nem zárom ki azt egyébként, hogy esetleg később beszéljünk mi is róla, de amikor így mondtam, hogy ez már volt, akkor rögtön a következő volt az, hogy akkor viszont az egy asszony meg a lánya. Igen, és Morávia, mert hogy az Elsa Moránté a Morávia felesége volt a 30-as évektől a 60-as évekig, és hát ők nyilván, mint általában ilyen nehéz időkben szerző társak, vagy szerző házaspárok, vagy művész házaspárok, nagyon erős szellemi-lelki szövetség is volt közöttük. És az egyasszony meg a lánya, az ugye Fondiban játszódik, vagy Fondi környékén játszódik, és a Morávia és a Moránté Fondiban húzzák ki a háború végét, tehát hogy mindkettejükhöz kapcsolódik egy kicsit a regény helyszíne. Úgyhogy nem volt kérdés számomra, ez az egyik, a másik pedig, hogy nem volt kérdés számomra, hogy valami fasizmussal kapcsolatos regényt fogok propagálni, vagy javasolni, hogy arról beszéljünk, mert most nagyjából ezekben mozgok, és hát igen, most könnyebb volt ezekről beszélni, mint valami nagyon távoli. De sokat olvasok, és elképesztően jó könyveket olvasok, de valahogy ez az, ami most így nagyon nyomaszt, foglalkoztat, dolgozik bennem. Igen. És ezzel a könyvvel konkrétan mikor találkoztál először, azt tudod-e? Emlékszel erre? Én szerintem 16-17 éves koromban olasz órán az iskolában. Igen, akkor olvastam, és hát akkor az egy ilyen, hogy ez az olasz matron, aki végig sipákol 500 oldalt nagyjából, de nem, nyilván nem, de hogy nem azokban a mélységekben, és nem azokat a gombokat nyomogatta bennem, amit ma, amikor az ember másként olvas fasizmussal kapcsolatos szövegeket, amikor már nagyobb rálátása van rendszereknek a kiépülésére, lebomlására, azoknak a hatásaira. Igen. És akkor ez azt is jelenti, hogy akkor gondolom utána egyszer vagy többször biztosan újra olvastad. De én most ez a negyed, mert hogy most az adás kedvéért újra felütöttem, és ez a negyedik olvasat, és majd jöttünk haza a férjemmel, és arról beszéltem a Bécsről, Budapesten, és arról beszéltem neki az autóban, hogy egészen elképesztő, hogy milyen rétegek nyílnak meg. Tehát mondjuk az ember, ha ilyen történelmi tárgyú kutatásokat folytat éppen, és mondjuk egy picit mélyebbre hatol,
egy bizonyos korszaknak az ilyen mindenféle jegyeiben, és ezek stílusjegyek is sajnos, akkor teljesen más szöveg, foszlányok érzékenyítik, vagy kapcsolnak be asszociációkat, úgyhogy én így be is csacsifüleztem, nem tudom, a hanyadik példányom, de én nagyon csodálkozom egyébként, hogy nem adják ki, tehát hiszem 2004-ben volt a legutóbbi kiadása Moráviának Magyarországon. Tehát neked ez egy nagyon régi és elérhetetlen van. Egyébként. Tehát, hogy Pécset nem volt lent a könyvem, és amikor megbeszéltük ezt a podcastot, és próbáltam így mindenhonnan ismerős antikváriusoktól mindenkitől beszerezni, és így nem volt. Lehet, hogy nem. Én az interneten megtalálom, tehát hogy így, ha beütöd, mit tudom én, egy-két ilyen régi könyves oldalra, akkor azért meg lehet találni, de valóban viszonylag kevés-kevés példány van belőle. Nekem is egy nagyon régi példányom van egyébként, egy nagyon szépen illusztrált. Akkor szerintem ugyanaz a 75-ös kiadás? Talán, igen, igen. Ez gyönyörű, igen. Nagyon-nagyon szép. És nagyon-nagyon érdekes, hogy ez a filigrán tükör, amiben a szöveg folyik, lehet, hogy ilyen nagyon kecsesnek hinnéd, meg könnyednek, és elképesztően súlyos, tehát hogy minden oldalon van súlya a szövegnek, ez nagyon tetszik nekem ez az ellentét. Hát igen, ezek a 70-es évek környékén szerintem sok ilyen könyv van, amit kifejezetten abban a kiadásban szeret az ember birtokolni, ami igen, az akkori. Igen. Aha, én legalábbis így vagyok. Ez nekem nagyon, nagyon tetszik, nekem is ez a kicsi kis tükör. Azt akartam még így megkérdezni, viszonylag az elején vagyunk annak, hogy a könyvről beszéljünk, hogy ez az olasz kötődés vagy vonzódás neked honnan jön. Ezt Orsitól is megkérdeztem, ennek ilyen nagyon sokágú a családja, onnan származik ez a többféle nézet a világra, valahogy így fogalmazta meg, hogy sokféleképpen tekinteni a világra, ezt ő valahogy otthonról hozza. Nálad ez honnan jön, hogy alakult? És kifejezetten az olaszra vagyok most kíváncsi. Hát szerintem az én olasz kötődésemnek nincsen ilyen ilyen megkapó és regényes története, mint az Orsiénak, és ez egyébként ez a jó értelemben vett irítség, ahogy én az Orsi családi történetét olvasom mindig, akár a könyveiben, akár tehát, hogy bármilyen publikációban, és egyébként a megszólalásaiban. Ez egy kényszerű dolog volt. Én apai szigorra és apai nyomásra informatikára felvételiztem gimnáziumba. Hűha. És hát, hogy kvázi nem voltam rossz matekes, meg ilyen rossz reálos, de hát jó sem. De azt mondta, hogy majd ott akkor én, majd engem, tehát hogy mindig a jókhoz kell tartozni, mert azok mindig följebb húzzák az embert. És hát az így első év végén kiderült, hogy gyenge közepes sem leszek. Tehát, hogy, és hát nyilván nem így, tehát hogy a sikertelenség az, hogy nem szeretem, nem értem, amit csinálok, egy elég nagy családi, mert nem tudom mekkorára volt nagy. Minden esetre egy ilyen családi beszélgetést követően azt mondtam, hogy én átmegyek ilyen intenzív nyelvosztályba, ami a gimnáziumban működött, és ott a második nyelv az olasz volt, és tulajdonképpen 10 nap alatt tettem le az egyéves különbözeti vizsgát olaszból, és akkor így láttam, hogy én ezt imádni fogom. Úgyhogy ez az imádatom megmaradt, és aztán egyetemen is nagyon sokat foglalkoztam, én dramaturgia szakot végeztem, és egyetemen is nagyon sokat foglalkoztam olaszokkal, főként Goldonival és Carlo Gozzival. És aztán valahogy a színházi munkáim során is így, még amikor gyakorló dramaturg voltam, elég sok olasz került a kezembe. És aztán ott ragadtam. Amikor a ELTE esztétika doktori iskolájába mentem, akkor is olasz tematikát választottam. És aztán jött a Pentameron, közben persze voltak mindenféle fordítások, tehát már így elkezdtem műfordítani.
És aztán így benne ragadtam az olaszba, na, és nem tudom, de szerintem a legjobb választás volt, hogy én ilyen bukott informatikus voltam, vagy annak jöttem ki. Nem buktam meg, tehát azt nem buktam meg, de nagyon-nagyon rossz volt hátul kullogni, és nagyon-nagyon rossz volt nem érteni azt, ami történik körülöttem a világban. És azt hiszem, hogy ez volt az, ami borzasztóan irritált, hogy én nem értem, ami történik az osztályban, a táblán, a tanár mondandójában, az osztálytársaim lelkesedésében, úgyhogy igen, ez határozottan egy szerencsés rossz volt. Meg hát gondolom nem is érdekelt, tehát az a kettő valahogy összefügghet, hogy mi az ember érdeklődése, és mi az, amit könnyebben megért, vagy feldolgoz. Nézd, engem nagyon érdekelt, és egyszer kellett írjunk egy könyvtárprogramot, és az valahogy, ez még azt hiszem Pászkában, vagy nem tudom, voltak ezek az ilyen alapnyelvek, amiben tanultunk programozni 9-ben, és én ahelyett, hogy megírtam volna a könyvtárprogramot, elkezdtem a számítógép helyett így kiszámítgatni 10 oldalon azt a matematikai folyamatot, amit a számítógépnek kellett volna 3 parancsorral elvégeznie. Aha. És akkor így rájöttem, hogy ez borzasztó. Tehát, én ehhez sík hülye vagyok, ez nem jó, ezt én nem akarom. Kicsit vissza a könyvhöz magához. Nekem volt egy olyan érzésem, ahogy olvastam, hogy ugye én a történelmet most olvastam először, amikor Orsival beszélgettünk róla, én nem ismertem ezt a regényt. Nagyon örültem is neki, hogy ezt hozta. És most, hogy az egyasszonyt újraolvastam, egy olyan érzés kerített hatalmába engem, hogy minthogyha ugyanazt a dolgot nézném két oldalról, ugyanazt az időszakot nézném két oldalról, tehát egy vidéki olasz háború túlélést, meg az egyasszony esetében, a történelemben meg azt, hogy nézett ki ugyanez a városból. És ezt egy nagyon érdekes összefüggésnek láttam a két szöveg között, meg azt, hogy a két, tulajdonképpen mindegyiknek két, egy-egy nő van a középpontjában, és ez kifejezetten tetszett, hogy úgy olvashatok ezekről a dolgokról, hogy nem a háborús cselekmények, vagy ilyen katonai, tehát hogy én nem ez a, ez a nem akarnám szembeállítani ezt a férfinői szempontot, hanem inkább azt mondanám, hogy ezen keresztül sokkal több mindent megtudtam, vagy megláthattam a hétköznapi dolgokból. Nekem számomra ez volt benne a legvonzóbb. Nem tudom, hogy te ezzel egyetértesz-e, vagy te valamilyen szinten is összehasonlítottad-e magadba ezt a két könyvet? Nem hasonlítottam össze, nem is tudom miért, azért, mert talán van bennem egy ilyen harag, hogy a Morántit nem ott emlegetik, ahol emlegetni kellene, és ezt a haragomat egy picit a Morávián is elvertem, tehát hogy vannak ezek a fura, ilyen önigazolós történetek, és ezt jó tetten érni, és sokáig úgy is voltam vele, hogy ez egy, vagy hogy nem sokáig, hanem volt egy időszak, inkább ezt mondanám, amikor azt gondoltam, hogy ez egy hamis hang, amit a Morávia, de hogy nem egy ilyen közvetlen friss close reading után volt ez, hanem hogy egyszer csak így elkezd, tudod, amikor így elkezdesz mantrázni magadnak valamit, hogy ezt szerintem a Morávia ezt így nem is érti, hogy működik egy nő. És aztán az az érdekes, hogy és azt hiszem, hogy azért is mondtam ezt, mert én erről szerettem volna a podcastban beszélni, és nagy meglepetésemre ez a mostani újraolvasás, ez pont az ellenkezőjét hozta ki, hogy basszus, a Morávia elképesztően nagy író, és elképesztően jól lát emberi jellemeket, töréseket, és tehát az legkisebb rezdüléseket, amit lehet, ez amit, mi az, amit elcsacsogunk, és ez a sok csacsogással addig nagyítjuk, amíg eltűnik a téma, és mi az az egészen pici rezdülés, ami nem érne meg mondjuk 10 oldalt, és az mégis egyszer csak addig beszélünk róla, amíg elképesztően nagyra nő. És egész egyszerűen ezek a megelőlegezett pici történetek, mondjuk konkrétan az erőszak, hogy ez hányszor jelenik meg, mint lehetőség, vagy mint félelem, vagy mint retteget jövőbeni dolog a könyv folyamán. Tehát, hogy én most így igazából teljesen lenyűgöződtem, és szerintem most
értettem meg, és nőttem fel igazán a Morávia szöveghez. Uh-huh. És mi volt az, amivel végül is téged meggyőzött arról, hogy mégiscsak érti, amiről ír, mondjuk a nők esetében, vagy nem tudom egészen pontosan, mire értetted ezt az előbb, hogy volt ez a fenntartásod, hogy nem is biztos, hogy érti, hogy miről beszél. Az volt az érzésem, hogy ilyen elnagyolt és egy picit sztereotipikus a Cezira alakja. Uh-huh. És hogy ugyanúgy ilyen sztereotipikusa, vagy hát hogy igen, ilyen sztereotípiák közé kényszeríti a Rosettát is. És nyilván adja majd magát a két véglet, és akkor ezzel így írtunk is egy regényt, és ami közte van, ahhoz meg a háború szolgáltatott nyersanyagot. Uh-huh. Vagy az átélt valóság, és aztán el kellett jönnöm, hogy nem. És talán akkor tudom ezt igazán jól kifejteni, hogy mit értek alatta, bár még bennem is nagyon frissen gomolyognak ezek az uh-huh, érzések, uh-huh. Hogy most így közvetlenül az adás előtt újra néztem a Dessica filmjét, és itt én a Dessicát nagyon szeretem, és azt uh-huh. gondolom, hogy tényleg a 20. századi olasz filmművészet egyik legkiemelkedőbb alakja, és hogy nem tudott egy csomó mindent megfogni, tehát a Cesare Zavattinival írták a forgatókönyvet, és most, hogy annyira összetett a Cesira alakja, hogy filmen egy csomó mindent nem lehetett belőle megfogni. Uh-huh. Tehát most mondok egy példát, a könyvben onnan indulunk, hogy azért nem volt olyan nagy baj a fasisztákkal, nem? Hát most végül is tudtam feketézni, jól megszedtem magam, a férjem is elpatkolt, végül is én Rómába jöttem föl, nem férhez akartam menni. Uh-huh. Nagyjából egy ilyen nagyon nyers és triviális kezdéssel vagy felütéssel indít a Morávia, és indít a film is. És mindez, egész az első 40 oldalon, vagy nem tudom, igen, amikor elhagyják Rómát, és kikocsikáznak az állomásra, és amikor először észreveszi a zászlót a Palazzo Venezián, ami ugye Mussolininek volt a lakhelye is, vagy a törzshelye, és először azt hiszi, hogy egy gyászlobogó van kint, mert nem látja a fásolítóriót, tehát ezt a nyalábot. Igen. És akkor valahogy meglibbenti a szél, és így megütközik, hogy visszajött Mussolini. Uh-huh. Tehát, hogy nem, hogy egész egyszerűen annyira finoman van az embereknek ez az idomulása a rendszerhez, ami ugye már ez a egyszer csak megbukott a rendszer, majd visszaállt a rendszer, ez egy nagyon fura helyzet Olaszországban, ami történik, hogy egyrészt ketté szakad az ország, mert lesz szálló, és aztán lesz is a déli királyság, és hogy akik éjszakon ragadnak szálló alatt, hogy azok így megtanulnak inkább nem számolni a rendszernek a hátrányaival, egyrészt már 22-től ebben élnek, tehát gyakorlatilag 21 éve ebben élnek, és hozzánőttek, és hozzázsibbadtak, hozzátompultak, és kialakították a túlélési szokásaikat. Másrészt meg csak megütközik azon, hogy ez a rendszer visszajött, tehát hogy mi a fene. Uh-huh. És valahol itt kezdődik el bennem ez a végtelen, és egyébként nagyon szépen megrajzolt hullámzása Cezirának, ahogy nyilván ő a saját magukat akarja átmenteni ebben az egészben, de ahogy egyszer csak így elkezd kinyitni a világ felé, elkezdi uh-huh. érdekelni, elkezdi figyelni az embereket. Amúgy is jó emberismerő, tehát hogy mondhat kereskedői rutinjából adódóan jól látja a világot, tanulatlansága ellenére, de hogy elkezd emberként is nyitni a világra, az valami egészen bravúros. Úgyhogy nem, nincs sztereotípiák közé kényszerítve, és igen, megkövetem Moráviát, mert egy első vagy második felbuzdulásomban azt gondoltam, hogy nem olyan jó ez, amit ő csinált. Uh-huh. Érdekes egyébként most eszembe, hogy Orsi azt is mondta, hogy szerinte a Morante jobb író. Tehát ő jobb írónak tartja, mint Morávia. Te ezzel egyet tudsz érteni, vagy nincs ilyen, nem lehet összehasonlítani? Én azt gondolom, hogy a Morante is zseniális író. Nem tudom összehasonlítani, nagyon mást csináltak uh-huh. ők. Nagyon más is mozgatta őket.
Szóval a Morávia, ezt egyébként nemrég olvastam, tehát hogy ő apai ágon zsidó származású volt, és 38-ban másodszor tették őt indexre a fasiszta rendszer, először 35-ben a közönösöknek a megjelenése után gyakorlatilag letiltották őt a pályáról. Hát ilyen álnevekkel, meg ilyen anagrammákon publikált, de hogy így kevés volt az az újság, ami vállalta az ő megjelentetését, és ő többször is levelezett a Cianóval, aki a Mussolini veje volt, meg magával Mussolinival is talán 6 levelet váltottak a Dulcéval, és ő nagyon sokáig őt például kollaboránsnak tartották emiatt, tehát hogy éveken át így a kortárs kutatásokban, és ez most pár évvel íródott át, hogy ez nem kollaboráció volt, hanem egész egyszerűen őt érdekelt, hogy miért nem jelenhet meg, és miért nem írhat. A Morante pedig egészen az első pillanatoktól kezdve antifasiszta volt. Tehát, hogy az ő naplója az egy döbbenetes amúgy, amit ez meg is jelent Olaszországban, és ez például egy nagyon, nagyon érdekes korrajz, arról, amit az előbb mondtam már, hogy hogyan alkalmazkodunk rendszerekhez, tehát hogy hogyan lehet kivéreztetni az emberből az ellenállást, vagy az ellenállót, és egész egyszerűen csak egy ilyen néma, sodródó alakká tenni, aki a túlélésre játszik, vagy a rendszer bukását szeretné megélni, és a Morante meg nem ilyen volt. Tehát, hogy ő még a Moráviánál is, sőt, a Morávia nem mindenképpen erősebben vett részt a nem is a rendszer felszámolásában, de a naplójában mindenképpen nagyon, nagyon vadul megy neki a fasizmusnak. Most, hogy így hallgatlak, az jutott még eszembe, hogy nagyon érdekesnek találom azt, hogy mennyire érdekel és foglalkoztat téged a... Nem is tudom, hogy mondjam, tehát a rendszerek és a kis emberek viszonya, ha egyáltalán van, mert néha úgy tűnt, hogyha nem is lenne a kettő között közvetlen kapcsolat, illetve az elnyomó rendszerek működése, egyáltalán ez a történelmi érdeklődés, ez vajon honnan van benned ez a szenvedély ez iránt, a téma iránt? Hát most engem konkrétan, most hazahúza, vagy haza, hogy van ez a kifejezés? Na mindegy, szóval konkrétan most a fasizmus érdekel nagyon, mert az a regény, amin dolgozom, az is ezt a korszakot, vagy hát ezt a korszakot választottam, és bár elég sokat kutattam így helyszínen is, de azért így mindig kiderül, hogy az embernek elképesztő ilyen üres járatok, meg fekete vakfoltok vannak a tudásában. Úgyhogy valószínűleg ezért is, illetve azért, mert hogy a történelem az soha nem a kisember, tehát a történelem mint tudomány, és ugye ezért csodálatos a Morante könyve is, hogy ez a címe, hogy a történelem, és ő is a kis, mégiscsak a kisemberek felől nézi, vagy a nem, akik tevőlegesen nem adnak hozzá egy korszak kiépüléséhez, vagy fenntartásához működtetik azáltal, hogy életben vannak, és valamilyen szinten nem haszonélvezői, de mert nem haszonélvezői a rendszernek, hanem egész egyszerűen csak benne élnek, és ezáltal működtetik. Hát ugye elszenvedik a történéseket tulajdonképpen. Igen, igen, szóval hogy ez engem nagyon-nagyon-nagyon érdekel. Hát nézd, ha lehetek őszinte, én egy eléggé elnyomó rendszerben érzem élni magam, és nagyon érdekelnek az áthallások, és nagyon-nagyon fontos, hogy tudjak annyit a fasizmusról, hogy ez az áthallás ne legyen egyvites a készülő regényemben például. Tehát, hogy attól legyen áthallásos, hogy az olvasó ráismer, nem azért, mert én keveset tudok róla, és egy éppen aktuális problémát írok meg olaszosítva. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez innen a nagy érdeklődés, meg hát önmagában
Olaszországban is eléggé feldolgozatlan, miközben nyilván sokkal erősebb a ráfordulás és a lesimítása a történeteknek és a történelemnek, de azért ott sem volt egészen egyértelmű a szembenézés. Úgyhogy ilyen vonatkozásban is érdekel, igen, a fasizmus. De tényleg az, hogy így mi mindannyian, akik nem a rendszer kenyerét esszük, mégiscsak valamilyen formában, de. Tehát, hogy nincs, mert hogy a teljes kivonulást nem tudod megtenni. Én megpróbáltam Pécset, és tényleg fent élek az erdő alatt a hegyen, de hogy akkor is ott a Facebook, és folyamatosan az ember követi. És itt például azt érzem, hogy pontosan ez a közösségi tevékenység, ami hogy visszakanyarodjak a regényhez, tehát amit itt esténként ülnek a sötétben, és akkor felolvasnak, beszélgetnek, jön valaki, hoz egy hírt, de gyakorlatilag ez a social media felület a Szanemutrémiában, ahogy ülnek az evakuáltak között, és beszélgetnek, és mindenkinek van valami kicsi története, mindenkinek van valami nagy története, emberek halnak meg, sok az összetűzés és a konfliktus, tehát hogy gyakorlatilag ott is jöttek, mentek a hírek, éppen csak nem tudták, hogy kibombázza őket, mikor lesz vége a háborúnak, hogy az új fekete ingesek már nem azok a fekete ingesek, tehát hogy azért van egy ilyen nagyon primér és gyorsan jelentkező nosztalgia a fasizmus iránt, azt nem tudom, hogy ez például te osztod-e ezt a... Mert hogy engem már hogy a jelenben kell. Van-e ilyen? Igen. Abszolút, persze. Hogy van egy rendszer, amiről megpróbáltunk nem tudomást venni, és akkor amikor a csőcselék beáll, mert jön a habzsidőzsi, és jön a szabadrablás, akkor az ember visszasírja azt a rendszert, ami így úgy, de azért feszesen tartotta a társadalmat. És egyébként az erőszak jelenet kapcsán jut eszembe egy nagyon-nagyon fontos dolog, ami újkori történeti kutatásnak az eredménye, hogy Frosinone megyében és a Monte Cassino-i ütközet kapcsán, ami ugye a Gusztáv vonal mentén az egyik legnagyobb ütközet volt a szövetségesek és a megszálló német hadsereg között, nagyon sok erőszak történt egyébként, és a szövetségesek részéről inkább. Sőt, gyakorlatilag ilyen életút és orálhisztori interjúkban nem is beszélnek a németekről, mint erőszaktevőkről, hiszen ők mindig ezek a kedves, jóindulatúnak álcázott ördögök, vagy gonoszok. És például a környéken, tehát ott Fondi környékén és Csocsárák környékén az erőszakot, magát a megerőszakolás szót úgy hívják, hogy marokkináré. Mert hogy a marokkói hadsereg törte át a Gusztáv vonalat. Pontosabban minden szövetséges hadsereg a gyarmati hadseregét tette oda, ugye ez a nagy kolonizáló fehér ember gőgje, hogy az angolok az új-zélandiakkal és az indiaiakkal törették át a frontvonalot, a franciák, a marokkói és a különböző észak-afrikai hadtestekkel. És ugye ez a marokkinári gyakorlatilag azt jelenti, hogy megmarokkózni valakit. És ez teljesen így épült bele a köznyelv. A mai napig érvényes ez a kifejezés 75 év, 76 év távlatából is. Tehát, hogyan változik a nyelv a történelem hatására, egyrészt ez is egy nagyon-nagyon fontos, másrészt ugye itt a fordító is megpróbálja visszaadni ezt a... Hát nyilván nem PC a mai nyelvi mércével nézve háborús szemléletet, amikor a Cezira a lábát oda teszi az ajtóhoz, a templom ajtóhoz, és megpróbálja kitoloncolni őket, és ők mégis rájuk törik a templom ajtót, és akkor azt mondja, hogy a török pofája. Tehát, hogy megvan ez a gyarmatosító fehér ember gőgje, ahogyan lenézi azt, hogy itt egy fekete képű török pofája, vagy valahogy így fordítja a fordító, és ez számomra egészen megrázó volt.
Egész, és az is megrázó volt egyébként, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, ezt aztán utólag egy ilyen kutatás kapcsán sikerült kiderítenem, hogy, hogy megvan De Gaulle tábornoknak a levele, aki engedélyt adott a francia hadseregben, hogyha áttörik a frontot, akkor 3 napig lesz Kajapia Olimpia. Úgyhogy ez egy egészen kísérteties rész, túl az erőszakon is, tehát hogy hadtörténeti szempontból is egy nagyon-nagyon fontos megörökítés azoknak a túlkapásoknak, meg az, hogy ez végül is emberiesség ellen elkövetett bűn azóta már az erőszak. Igen. Úgyhogy én nagyon zsong bennem, mert még ez így nagyon friss a negyedik olvasmányélményem ezzel kapcsolatban. Én most már csak itt zárásképpen kérdeznék egyet, amit az előbb is mondtam, hogy a fordítással kapcsolatban. Te ugye fordítasz is, olaszról magyarra. Ez az olasz, ez olasz és a fordítás, ez neked különösen testhez álló téma. Én Gellért Gábor fordításában olvastam, és úgy tudom, hogy nincs is másik fordítása ennek a regénynek. Nincs, és szerintem ragyogó volt, mert ugye azt szokták mondani, hogy ha nem nézed meg, hogy ki fordította, akkor jó egy fordítás. Hát én ezzel így jártam, pedig általában meg szoktam nézni mindjárt az elején, hogy ki is a fordító, én egy pár oldal után. Nem azért, mert nem, én más miatt, tehát azért, mert engem érdekel, hogy ki fordította mindenképpen. De most teljesen elfeledkeztem róla, tehát így elkezdtem olvasni, és annyira sodort magával a szöveg, hogy csak a végén jutott eszembe, hogy basszus. Ki is fordította? Tehát, minthogyha ez egy magyarul írott könyv lett volna, olyan érzésem volt nekem. Elképesztően sodró. Az olasz is nagyon, nagyon sodró, és nagyon, nagyon lendületes, nyilván tehát az eredeti, és ettől lehetett jó fordítást csinálni. Vannak a magyar fordításban ilyen egészen jó truvályok. Most egyet mondok, mert ez jut eszembe, és így, mert így tréningeztem az agyam, hogy hát, ha több jut eszembe, de azért csak van az emberben egy drukk, amikor így beszélget. Szóval a gyászkódás, nem tudom, te ezt észrevette, de az elején, amikor bemennek a pályaudvarra, és így készülnek fölülni a vonatra, és megérkezik egy csomó motoros fekete inges, ilyen sisakos fekete inges, valami díszhímet várnak, és visznek el, mert mint nem elhurcolnak, hanem őt fogadják. Igen. És akkor ez akkor így, tehát hogy így a Csezira akkor realizál, hogy ez így, ez a fekete. Tehát, hogy így miért? És ez minek kell ezeknek ennyit gyászkódni? Igen, igen. És de hogy nagyon sok ilyen nyelvújító, vagy ilyen leleményes fordítói találat van a könyvben, és nagyon-nagyon-nagyon szép. Nekem nagyon-nagyon tetszik az, tehát, hogy van egy ilyen nyelvi kettősség, hogy amíg a római helyszíneken vagyunk, és amikor Rómára utal vissza, akkor a stilisztikai alakzatok nagyon erősen urbánusak. Igen, tehát, igen. A városra utaló, vagy a városi életvitelre utaló metaforákkal, hasonlatokkal. Nagyon sokat használ egyébként Csezira. Tehát, hogy nagyon-nagyon szereti megnevezni, hogy valami olyan, mint. És az az érdekes, hogy ez lehet egyfelől a bizonytalanságnak a jele, hogy ugyan ő nem egy tanult ember, és hogy folyamatosan így eszkuzálja is magát a Mikélével való beszélgetésben is, meg egy csomó emberrel, hogy ő nem egy tanult ember, ugyanakkor meg nagyon fogékony az újra. És az, hogy mindig hasonlítgat dolgokat, mert mindig valami régi tudáshoz hasonlít egy újat, ez lehet annak is a jele, ugyanakkor meg lehet annak is a jele, hogy számomra legalábbis, hogy ilyen nagyon-nagyon jól asszociál, nagyon-nagyon jól, tehát hogy ragadja meg a lényeget, tűpontos abban, amit megfigyel, és akkor most visszamegyek a rurális, vagy előre megyek a hegyi, tehát az evakuált időszakra, meg aztán később ugye a Rómába való visszamenetet, a próbálkozások, meg a bombázások elől való elhúzódások idejére, hogy mindig megtalálja a kellő helyszínnek a metaforáit, és azt gondolom, hogy az ő jelleméhez, vagy az ő karakteréhez ez tökéletesen illik. Tehát, hogy nem azt érzem, hogy Morávia erőltet
a Cezira szájába dolgokat, és itt akarom megint megkövetni a Moráviát, amit korábban azt gondoltam, Igen. hogy nagyon erősen túlírta ezt a nőt, hanem hogy egész egyszerűen pontosan ezekkel ragadja meg az ő igaz belsőjét. Nem tudom, ez kicsit kicsesen hangzik, de tényleg ezt gondolom. Igen, teljesen természetesen jönnek tőle ezek a mondatok szerintem is. És még azért még egy lezáró kérdés, bocsánat, hogyha valaki most olyan hallgat minket, ami simán elképzelhető, akinek ez az első Morávia kötet, amivel találkozik, és esetleg ennek hatására most elolvassa, akkor mit javasolnál, hogy mit olvasson még? Akár Moráviától, akár az olasz irodalomból, aki most ismerkedik ezzel. Tehát az olasz irodalommal is akár, vagy a témával kapcsolatban. Hú, hát a témával kapcsolatban a Christopher Dagannak van egy a Bódult Nemzet című nagy történelmi átfogó műve, és ő a fasizmus idején kiadott magánnaplók, és a Ducénak írt, személyesen írt levelekből rakja össze azt, hogy hogyan bódult el egy nemzet a fasizmus alatt. Tehát, hogy 20-valahány évnyi bódulatban élt. Tehát, hogy ezt mindenképpen, hogyha mondjuk olasz vonatkozás. Ha Morávia, na kevés is, mert alig beszélnek róla, akkor az 1934 című könyvét ajánlom, egy ilyen metaforikus történet, egy ilyen fasiszta náci világ összetalálkozása. Az egy kicsit ilyen filozófikusabb jellegű, de ez megjelent magyarul. És ha mondjuk a pandantját akarná valaki elolvasni, az egy asszony meg a lányának, akkor a Ignácio Szilónénak a Fontamára című munkája, ami szintén megjelent magyarul. Ezt én sem tudtam, hogy megjelent magyarul, pedig megjelent az Európa zsebkönyvek sorozatában. Tehát az Ignácio Szilóné Fontamára. Igen. És hát persze, és nem tette Elza Morante. Elengedhetetlen. Király Kinga Júliával beszélgettünk, ez volt a Hátsó Polc 16. adása, és arra kérlek benneteket, hogy valamelyik csatornára, amelyiken keresztül szívesen hallgatnátok, követnétek ezt a podcastot, iratkozzatok fel, és amennyiben szeretitek a hangos könyveket, és egyúttal ennek a műsornak a készítését is támogatnátok, keressétek fel a Patreon oldalamat, és legyetek hangos könyvtári tagok. Köszönöm szépen a figyelmeteket, találkozunk április első vasárnapján egy új vendéggel és egy régi könyvvel. Sziasztok!